Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket ma is, és mi lesz a mai témánk? Nos, most, hogy lassan a végére jutottunk az igeidőknek, úgy gondoltam, hasznos lenne egy összefoglaló leckét tartsunk arról, amiket eddig megtanultunk, tehát az igeidőknek az összefoglalását szeretném egy kicsit, hogy elővegyük, és nézzük meg a nagy egészet, jó? Ugye a jobb féltekinek amúgy is segít, hogyha a nagy képet látjuk, és próbáltam egy olyan módszert első körben, egy picit hagyományosabb módszert választani, amivel az összefoglalást meg tudjuk ejteni, és nagyon kíváncsi lennék a véleményetekre, akár így élőben válaszoltok majd, akár utólag, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha jövő héten készítenék egy elmetérképet is, arról, hogy hogyan is használjuk az igeidőket, picit vizuálisabban megjelenítenénk. Úgyhogy nagyon örülök, hogyha esetleg megírjátok a, a gondolataitokat, hogy készüljek -e egy elmetérképes összefoglalóval, és akkor ma egy picit a, a kulcsszavakra koncentrálva, táblázatos formában végigmennénk azokon, amiket eddig vettünk, amiket eddig tanultunk. Miről volt eddig szó? Az egyszerű jelennel kezdtünk, emlékeztek, Alapvetően a mai alkalom még egyszer, tehát az ideidő ismétléséről szól. És az egyszerű jelen kapcsán, és az összes igeidő kapcsán, amik eddig voltak, megnézzük, hogy akkor mik azok a kulcs gondolatok, amiket mindenképpen érdemes tudni, ahhoz, hogy, hogy gyakorlatilag bele tudjunk vágni a gyakorlati alkalmazásba. Mert ugye ezek elméleti infók. Az egyszerű jelen kapcsán a kulcsinfók a következők voltak, emlékeztek. Az első részben látjátok a képzést, a másodikban a használatot, a harmadikban pedig a határozó szavakat vagy szavakat. Tehát amit az egyszerű jelennél tárolj le az infódba az az, hogy azig első alakját használom, és ha fiú vagy, akkor Sanyikát ne felejtsd le, ha lány vagy, sárikát ne felejtsd le, ami azt jelenti, hogy egyes szám harmadik szemében az igén van egy söbetű. Ugye ez egy elmélet. Például, I read, szoktam olvasni, she reads, szokott olvasni. He reads, ő is szokott olvasni, ugye? Ez az első info. A második szó, amit meg kell jegyed, az, hogy segédigéje a do és a does. Ami azt jelenti, hogy ezzel tagadok, ezzel kérdezek. Tehát, Egyszerű jelenben, a szokásokról lesz szó, mindjárt látjuk ezt is. Don't-teltagadok, doesnt tagadom az igéket. I don't read, she doesn't read. I don't read, he doesn't read. És kérdezni is segédigével fogok, ebben az igeidőben a segédige a do és a does. Do you read, does she read? Jó, ez a képzésének a legfontosabb uh, infója, hogy az ig alakja, Söbetűről nem feledkezünk meg egyes szám harmadik szemében, tagadni, kérdezni, dűd az, segédigékkel fogunk. A kulcszavaink, ahhoz, hogy használni is tudjuk, a következők a használathoz. Ez az igeidő emlékeztek, a szokásokról szól. Szoktam olvasni. I read. Az örök igazságokról szól. The sun rises in the east. Ugye a nap, keleten kell fel. Napirendről szól, daily routine. Ugye, amikor elmesélted, hogy miket szoktál csinálni, reggeltől estig. És a harmadik körben, látjátok a színeket, pedig vannak olyan plusz kult szavak, mondhatnám azt, hogy határozó szavak, amelyek gyakorlatilag a, a, a sugóink, Ők súgnak nekünk, hogyha ezek a szavak ott vannak, akár magyarul tudod, hogy az always, mindig, a usually, általában ott vannak a mondatodban benne, akkor neked ezt az igényt kell használd. Mik a kult szavai az egyszerű jelennek? always, mindig, I always read, usually, általában, I usually read, az often, gyakran, I often read, a sometimes, néha, sometimes I read, a never, a soha, ugye I never read, az every day, every year, every week, every month, ugye ezt többféleképpen használhatod, mondat eleje, mondat vége, every day, I read, vagy I read every day, és a rarely, seldom, ritkán, I rarely read, I seldom read, ritkán olvasok. Jó? Ez tartozik össze egy tömbbe, az egyszerű jelen kapcsán ezek a kulcsinfók. Van neki a párja a folyamatos jelen, ami a második leggyakoribb jelenidő, idő, azt mondanám, hogy ezt is iszonyat gyakran használjuk. Itt a kulcsinfók a következők, az ő segédigéje, mert minden igeidőnek van segédigéje, és minden igeidőnek más a segédigéje, az M is R, összefoglaló nevén B, névre hallgat, de ragozva használjuk, és az ige ing is alakja, ugye? I am teaching now, ugye? Én most tanítok. Tagadásban is, és kérdőmondatban is be kell az M is R, illetve az ing -t. I'm not teaching now, are you teaching now? Mikor használtuk ezt az ige Tehát akkor építed így a mondatodat, ezzel az am, is, are valamelyikével, plusz az ing-vel. Ha a mostról beszélsz, ha valamit elmesélsz, hogy folyamatosan csinálod, I am learning all day, egész nap tanulok. Ha párhuzamosan csinálok valamit, ugye, amíg én alszom addig, te nem tudom, főzöl. És a biztos közeljövőre is őt használtuk. Látjátok, nem szabályokat, nem definíciókat veszünk át, megpróbálunk meg tárolni, hanem ilyen kicsi, egyszerű szavakkal kötöm be ide a hosszú távú memóriámba azt, hogy ez az, ez az igeidő miről is szól. És itt is vannak súgó szavak, kulcsszavak, amiket ha a mondatodban benne vannak, akkor segítenek sugnak, hogy ez az igeidő lesz. Now, just now, ugye most, épp most, de magában a just is amúgy az épp at the moment, ebben a pillanatban all day, all year, ugye egész nap, egész uh, évben, while, ugye az amíg, from, to, reggeltől estig, today, ma. Most uh, mivel ez egy ismétlő óra, nem fogunk belemenni mélyebben, itt most azt szeretném, hogy álljon össze, próbáljátok összerakni az eddig tanult infókat, mert uh, mindaddig, amíg nem rakom össze, hogy mi miről szól, nem értem meg, nem próbálom összekötni a, a releváns infókat, addig nem is történik meg a tanulás. Valójában van több jelenidő is, és itt volt a furcsaság, hogy a harmadik jelenidőt, a befejezett jelentén a múltba soroltam be. Nem véletlenül raktam a második diába az egyszerű múlt mellé, hiszen emlékeztek, az akkori leckében letisztáztuk, hogy ő egy nagyon fura hibridige idő, nagyobb részt múltidőt fejez ki, és kisebb részt jelen. Na de mindjárt nézzük őt is. Nézzük meg akkor először azt a múltidőt, és akkor a jeleneket most félre raktuk, és ezek a legfontosabb infóink vele kapcsolatban. Őket használjuk hogy a múlt idők közül a leggyakrabban az egyszerű múltat, simple pastot használjuk. Ő volt az az igeidő, emlékeztek, amikor az igének a második alakját teszem be, úgy építem a mondatot, ugye? I read, I wrote, I worked, I finished. Ugye, hogyha nem rendhagyó az ige, akkor az erdély végződés lesz ott. És uh, még mindig csak ismételünk, és próbáljuk felfrissíteni, amiket tanultunk. Neki is van segédigéje. Ugye, azt mondtam, minden igeidőnek van segédigéje. Az egyszerű múlt segédigéje az a, az a didn't, ami valójában már eleve múltidőt fejez ki. Tehát itt azt történik, hogy a v2, az ige második alakja, bemászik a segédigébe, és ezért van az, hogy mögötte az ige jelen időbe kerül, mert a segédige didn't eleve múltidő. Tehát az egyszerű múlt segédigéje a did, tagadva didn't, és kérdezni is a segédigével, diddel kérdezek, nagyon fontos utána az ige első alakja lesz, így építed a mondatot. I read, olvastam, I didn't read, visszamegy jelenben, nem olvastam. Did you read? Te olvastál? Jó, tehát így építed a mondatot. De mire használjuk ezt az igeidőt? Hát elsősorban arra, hogyha valami lezárult, ugye azt mondtam, hogy finito, véget ért. Ha sztorizunk, elmondom, hogy tegnap, hogy telt a napom, hogy mit csinált Piroska az erdőbe, és a nagyival, meg hogy, hogy, volt a sztori a farkassal, vagy ha elmesélem, hogy milyen szokásaim voltak a múltban, ugye? Na tehát ők, ők a nagyon rövid szavakkal kifejezve, vagy rövid kulcsszavakkal kifejezve így lehetne jellemezni ezt az egyszerű múltat, hogy lezárult, sztorizunk szokások a múltban. És neki is vannak kulcsszavai, súgó szavai. Ha ezek benne vannak a mondatodban, akár magyarul, akár angolul, akkor neked ez az igeidő kell. Segítenek, kapaszkodót adnak, hogy ez nem lehet más igeidő. Például, yesterday, tegnap. I read something yesterday. Olvastam valamit tegnap. Last year, tavaly, last week, múlt héten, last month, múlt hónapban. De hogyha azt mondod, hogy 5 nappal ezelőtt, x nappal ezelőtt, akkor is ezt az, az igeidőt használod, amit úgy fogsz mondani, hogy five days ago, five weeks ago, öt héttel ezelőtt, jó? Tehát a x idővel ezelőtt, ago, együtt egy számmal áll, lezárultá teszi, tehát egyszerű múlt, jó? Ha azt mondanám, hogy megkérdezni tőlem, hogy melyik a leggyakoribb múlt idő, amit használunk, na ez az, ő a leges-leges leggyakoribb, ezt oda-vissza mindenkinek tudnia kell. És hát itt nincs mese, meg kell tanulni a rendhagyó múltidőket is. Most párba raktam őt a befejezett jelennel, a Present perfect tál amiről tanultuk, hogy hibridige idő, nagyobb részt azért ez inkább egy fajta és csak egy egyetlen egy használatát tekintve jelen idő. Hogy építjük a mondatot vele? Neki is van segédigéje, méghozzá a have, has. És, ami nagyon fontos, hogy az igédnek a harmadik alakját használjuk, ugye? I have read a book. I have read a book. A has akkor használod, ha ő van szó. Egy szeméről van szó. She has read a book. Na most a segédigéje ott lesz tagadásban is. I haven't read a book. She hasn't read a book. Tehát haven't, hasn't lesz a segédige. És az ige harmadik alakja. Ha nem rendhagyó az ige, mint read, 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 akkor pedig az igének az e-d végződése lesz ugyanúgy, mint múltban. I haven't finished the live yet, még nem fejeztem be a live -ot. És kérdésben is ő a segédige. Have you read something? Have you finished? Has she finished? És társai. Mikor használtuk ezt az ige időt? Hát akkor, ha valamit épp most csináltál, múltba csináltál. Épp most kezdtem el a live-ot. I have just started the live. Épp most értem haza. I have just arrived home. De akkor is ezt használod, ha valamit még nem csináltál életedben, vagy soha nem csináltál. Vegyétek észre, hogy ott múlt idő van, nem csináltál. Tehát ez a még és a soha is, ezek egy picit, látjátok, ott lesznek a kulcsszavak között is, sugnak, sugó szavak. I have never lived, uh, I don't know, in Sweden. Még soha nem éltem Svédországban. I haven't finished the live yet. Még nem fejeztem be a mai élőt. Jó, tehát ez a kettő, látjátok, multidő, multidő, azért soroljuk ide. És egyetlen egy használata van neki, ami visszavág a jelen időkhöz, az ótás mondatok. Kilenc év óta, magyar talanul, magyarosan kilenc éve, nem tudom, növe, növeztem a szárnyaim, jó? Vagy amikor azt mondod, hogy nem tudom, 2010 óta dolgozom a nem tudom milyen cégnél, jó? Tehát amikor azt mondod, hogy I have been here for 10 minutes, 10 perce vagyok itt. I have been there since Monday, ugye? Hétfő óta vagyok itt. Akkor ez az igeidő kell neked. Épp most csináltál valamit, még soha vagy soha nem csináltál valamit, és az óta, ótás mondatok, x ideje csinálsz valamit. Sugó szavak, kulcs szavak, elég sok van, nézzétek. Just, I have just arrived home. A before, lately, recently hasonló tűről fakadt mind a három, azt mondod, hogy nem rég ezelőtt csináltál valamit. I have uh, washed the floor recently, I have uh, washed the floor before, vagy lately, Mindegyiká használhatod. használható. Never, ever, yet, already, ugye? Őket is tisztáztuk korábban, ugye? I haven't been there yet, I have already been. There. És uh, aztán ott van még a so far, ami hasonló a Yethez, has. Nem azt jelenti, hogy még, hanem az, hogy eddig még. I haven't been there so far. Majdnem ugyanaz. És akkor az előbb említett for, since, ugye for x years, ugye x éve, de a since az konkrét időponttal, akár dátummal van, since 2005, since the second of May. Jó, tehát ő róla szólt, uh, tehát ő volt a, a második úgymond múlt időnk, tisztáztuk, hogy végül is kicsit-kicsit jelen is lehet, és azért van ebben a sorrendben, és azért tanítom ebben a sorrendben, mert múlt tekintetében azt mondhatnám, hogy szinte ő a második legnyakoribb, legalábbis a brit angolban. Az amerikaiba kezd egy picit azért kopni a befejezett jelen, és egyre inkább egyszerűsítik, és sokszor le, igen, egyszerű múltat használjak helyette, de, de azért ez sincs még teljesen átalakulva. Na menjünk tovább, és akkor nézzük, hogy még milyen múlt tanultunk, és közben tegyetek fel nyugodtan kérdéseket, vagy ha bármi felmerül, akkor azt jelezzétek, jó, hogyha valami nem tiszta. Én tudom, hogy ez elég maraton ez az igeidő összefoglaló táblázat, de majd lesz egy, egy jó hírem a végére, úgyhogy maradjatok majd itt velem, jó? Folyamatos múlt, past continuous, ő, ő volt ez az az igeidő, amit úgy építettünk fel, emlékeztek, hogy a a was, vagy a were, és az ige ing is alakja. I was waiting for you. Uh, you were waiting for me. Tagadásban is kell a was, were és az ing. I wasn't waiting for you. You weren't waiting for me. És kérdésben is ő a segédige, ott kell legyen a was és a were, valamint az ing is. Nincs igeidő segédige nélkül, fogalmazzunk így. Minden igeidőnek, látjátok, más az épülése, más a segédigéje, más, hogy építjük. De mikor használjuk akkor ezzel az építés technikával a mondatunkat? Hát akkor, amikor azt mondom el, hogy valamit elmesélek, hogy valamit folyamatosan csináltam, folyamatosan csináltam, ugye, vártam rád. Hát azért nem egy pillanatig szoktunk várni, főleg nem a nőkre, ugye? Mikor reggel el kell indulni otthonról. Vagy elmesélem, hogy igen, én azért elég sokat dolgoztam egész életem folyamán. I was working a lot during my whole life. De használod arra is, amikor két párhuzamos cselekvést emlékszel, beszéltünk erről is, elmesélsz. I was waiting for you while you were cooking. Ugye? Vártam rád, amíg te főztél. Na, tehát végül is ez, ez majdnem ugyanaz, mint a folyamatos jelent, csak múltban mondod el. Ugye, hogy valamit egyfolytában csináltál, valamit párhuzamosan csináltál, ezért hívjuk folyamatos múltnak. Kultszavak, sugószavak, amik ott vannak. All day, oh yeah, all month, ugye, egész nap. I was working, oh yeah, egész évben dolgoztam. From morning to evening, I was shouting at my boss. Vagy my boss was shouting at me. Nem egy pozitív dolog. Ugye reggeltől estig üvöltöttem, ugye, a főnökömre vagy ő rám. És aztán ott van a while sugúszó, szó, kötő szó, az amíg. Ugye, amiről beszéltünk az előbb, hogy amíg én ezt csináltam, addig te azt csináltad. Na, ő a harmadik idő is. Hát nem véletlenül van ebben a sorrendben, mert azért, azért őt is használjuk, még ott van elég sokszor, úgyhogy őt is kell tudni. És minden olyan igeidő, amit kis csillaggal megjelöltem, nem azért, mert nem tudom, ő nagyon eltér, vagy nagyon más, hiszen mindegyik más. Azért jelöltem meg kis csillaggal, ahogy korábban is tettem, hogy tudjátok, hogy ők azok, amiket, hogyha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szelektálni akarsz, és nincsen vizsgakövetelményed, vagy nem akarod feltétlenül, mert úgy érzed, hogy te neked nem kell mindent is tudni, akkor kihagyhatod, mert őt már lehet kicsit azt mondom, hogy helyettesíteni akár egy egyszerű múltal. De még azért ott van a nyelvhasználatban, de nem véletlenül van ebben a sorrendben, tehát úgy, úgy, vége fele, jó? Látjátok, utolsó multidő, past perfect, amivel foglalkoztunk, őt építettük úgy, hogy had, és az ige harmadik alakja, ugye? Tagadásban is ő a segéd, igen. minden szám, minden esetben. I had done it by yesterday. I hadn't done it by yesterday. Had you done it by yesterday? Ő volt az az ige idő, amikor letisztáztuk, hogy arra használjuk, hogy valamikor ra csinálok valamit. Ugye? Tegnapra megcsináltam itt. Vagy két cselekvést egymás mögé állítok, és ezért írtam így, hogy két dolog. Az egyik korábban volt, a másik utána. Ezt nem tudom még egyszerűbben magyarázni. Ugye ez volt ez az eset, hogy after I had had a shower, I had dinner de itt a sok had az azért elég zavaró lehet, úgyhogy nézzünk egy egyszerű példát. After I had arrived home, I took a shower. Jó? Tehát befejezett múlt, és amelyik azután jött, az volt az egyszerű múlt. Ha ez bonyolult, emlékeztek, kis csillagos idő, akkor pedig nem kell kardunkba dőlni, használjunk sima egyszerű múltat helyette, és nem fog senki meglincselni, hiszen úgyis okés lesz, de igazság szerint így kellene használni nagykönyv szerint kulcsszavai szavai mondatai a by, ugye by yesterday, by 2010, valamikor rra. És a többi, a B betűsök, before, by the time, és az A betűsek, after, as soon as, mihelyt, pedig összetett mondatokban használatosak. Jó? Tehát ők a sugó szavak, ha ezek benne vannak a mondatunkba, akkor nekünk bizony ezt az igeidőt kell használni. És menjünk tovább, mert hogy már kiveséztük, egy kicsit felfrissítettük, próbáljuk összegezni a nagy képet, megalkotni, a jelen idők meg voltak, Múlt idők meg voltak, mi a helyzet a jövő időből? Megint ez az első dia a jövő idő kapcsán a legfontosabb. Ezt mindenkinek kell tudni. Ezeket nem lehet kihagyni, jó? A két leggyakoribb jövő idő az egyszerű jövő, ő az, akinél villel építem a mondatot, will, és a biztos jövő, ami a be going to névre hallgat, tudjuk hivatalosan nem ige idő, de én beraktam ide, mert hogy mégiscsak az. Ezért most nyelvészek meglincselhetnének, nyugodtan meg is lehet, de az van, hogy valós nyelvhasználatban ez már egy olyan szerkezet, ami megérdemelni, hogy igeidőnek hívjuk, úgyhogy én elneveztem biztos jövőnek, de ezt így nem találjátok meg a tankönyvekben, úgyhogy ez egy ilyen saját, saját hekkel is. Egyszerű jövő, will, will, ugye, és az ige első alakja, I will do it. Tagadásban will not, tehát ugyanott lesz ő a segédigé, a will. Ennek az igeidőnek is van segédigéje is, az a will. Tagadásban a will not, want, want lesz, emlékeztek? Kérdésbe pedig ugyanúgy fordított szórán. Will you do it? Na most őt használtuk arra, hogy nézzük akkor kulcsavakkal a használatát, hogyha valamit, hát 50-50 bizonytalanságot akarok kifejezni. Emlékszel? I will marry you amikor hülyíted a barátnődet, hogy persze, hogy ne majd elveszlek. Vagy amikor mondod, of course, I will clean up the house. Hogy ne, majd kitakarítom a házat. De ha spontán döntéseket hozol meg, és már csinálod is, akkor is ezt az igeidőt használod. Emlékszel? Ah, oh, I'm hungry! No worries, I will make a sandwich for you, mondja a párod. És már meg is csinálja is, na ez a spontán döntés. És az viszont nem hülyítés, nem bizonytalanság, hanem már meg is csinálja is. Ez egy érdekes igeidő. És itt, ha megnézitek a dián, ugyanazok a kulcsavai az egyszerű jövőnek és a be going is, tényleg érdemes egybe a nagy képet összerakni, mert hogy valójában nincsenek külön határozó szavai. A szándék dönti el, hogy valamit tutira mondok, az lesz a be going to, I'm going to travel to England tomorrow, vagy ugye ez a biztos jövő, el is van készítve, elő van készítve, hiszen megvan véve a jegy, például le van foglalva minden, tehát a szándékot fejezi ki, hogy te most a next year ezzel, vagy azzal az igeidővel használod. Mert mondhatod azt is, hogy I will travel to England next month. Nincs még semmi megvéve. I'm going to travel to England next month. Ott már megvan véve is, el is van döntve, és elő is van készítve. Jó, tehát ezért közösek a, a kult szavak hogyha megnézitek. Ezt a kettő igeidőt azt mondom, hogy mindenkinek felkiáltó jellel a jövőidők közül ismernie kell, és akkor a, a, a végső <laughs> körben pedig ott volt két plusz további jövőidő fajta, amit mutattam nektek így az utolsó leckékben, a folyamatos jövő, kis csillagos, és a befejezet jövő, kis csillagos, ami mit jelent? Hát, hogyha nagyon-nagyon szelektálni akarsz, akkor őket elhagyhatod. De azért megmutattam őt is, hiszen azért még ott van a, a nyelvhasználatban, csak nem épp a leggyakoribb már, ugye a folyamatos jövő az, amit úgy építed a mondatodat, hogy will be, plusz az ing, az igén, tehát a will be a segéd, igen. I will be waiting for you. Minden szám minden esetben. Tagadni is ezzel fogod, I will not be, összevonva, won't be waiting for you. És kérdésben is vele alkotod a mondatodat, will you be waiting for me? Ezt az igeidőt akkor használjuk, hogyha alapvetően nevébe benne van, valamit folyamatosan fogok csinálni ugye a jövőben. Ugye, várni fogok rád az előző példa. De akkor is, ha megadsz egy konkrét időpontot, hogy mit fogsz csinálni, például emlékeztek, Tomorrow at five, I will be watching TV. Holnap ötkor tévét fogok nézni. Vagy, this time next year, I will be working in Sweden. Jövő ilyenkor Svédországban fogok dolgozni. Jó, tehát ezekre használjuk ezt az igeidőt, és akkor el is árultam a kult szavait, a sugó szavait, all year, all month, at five o'clock, persze nem csak five o'clock hanem at ten o'clock, tehát hogy bármilyen órakor, és a this time next year, jövő ilyenkor, this time next week, jövő héten ilyenkor, de mondhatnám azt is, a jövő hónapban ilyenkor, this time next month. Jó? Kis csillagos igeidő, nem a leggyakoribb, de azért még érdemes tudni, és a befejezett jövő nem véletlenül áll az utolsó helyen, nem adok neki túl sok évtizedet, és szerintem el fog tűnni a nyelvhasználatból, de még azért ott van, vagy jogat. Ő a will have, és az ige harmadik alakja. I will have done it by tomorrow. I won't have it done by tomorrow. Will you have it done by tomorrow? kérdésben is, tagadásban is, a will, have, segédige, és az ige harmadik alakja ott kell legyen, így építed a mondatot vele. Tehát az ő segédigéje, ennek az igeidőnek a segédigéje a will have, plusz az ige harmadik alakja. Ez az igeidő arról szól, hogy megmondom, hogy valamikor nem véletlenül pörgettem azt így be, hogy azon van a fókuszra, mit fogok megcsinálni, holnapra meg fogom ezt csinálni. I will have done it by tomorrow. És összetett mondatban is működik ezzel a by the time, mire, mire hazaérsz, akkorra meg fogom ezt csinálni. By the time you get home, I will have done it. Hú, na, hát kíváncsi voltam, hogy mennyire tudom ezt uh, úgy uh, megmutatni nektek, hogy uh, az összefoglaló táblázatot, hogy időben valamennyire ne beszéljek erről két óra hosszat, és e, írtátok egy páran, hogy tök jó ez a táblázat, és hogy tetszik, nagyon örülök, nagyon köszönöm László a visszajelzésedet is, <laughs> nagyon cuki vagy, most olvasom a kommentedet, azt szeretném felajánlani, hogyha tetszett ez a táblázat, akkor én ezt nagyon szívesen odadom nektek, ezt az összefoglaló táblázatot, viszont annyit kérek cserébe, hogy ezt hírlevélbe küldenénk ki. Tehát, ha már fel vagy iratkozva az angolrahangolva.com főoldalán, van nekünk egy hírlevél feliratkozási linkünk, alapvetően ez a főoldalon van, egy így nyeres útmutatónál tudsz feliratkozni középen az oldalon. Akkor, ha még nem vagy feliratkozva, tedd meg, mert hogy ezt ki fogom küldeni a, a hétvégén, egy letölthető link formájában a feliratkozóinak. Ha fel vagy már iratkozó, akkor nem kell még egyszer feliratkozni, mert hogy akkor meg fogod kapni. Jó, a spamot nézzétek meg a, levél szemetet. van akinek promóciókba mennek a leveleink, van akinek levélszemétbe mennek, hogy ne legyenek ott ezt át tudjátok húzni a főbe, hogyha fontos neked ez a levél, és akkor ezt én ezt a táblázatot, ha már így elkészítettem, odaadnám nektek, hogy legyen meg vizuálisan a videó mellé, és akkor jövő héten, mivel megerősítettetek benne, készítenék egy, egy, egy elmetérképet, egy mind is arról, hogy akkor hogyan tudjuk ezt még jobban a vizuális memóriánkat segítségül hívva megjegyezni, tárolni, és ugye ez még csak a tanulásnak az első két szakasza. Ugye az első szakasz az, hogy elkezdem értelmezni, magamévá tenni, a második szakasz az, hogy megértem, ha megértetted, akkor lesz tanulás végleges folyamat belőle, ha nem érted meg, addig nem. És a harmadik szakasz lesz az, hogy gyakorolni kell, tehát gyakorlatba kell ültetni, Na ez a leghosszabb része ahhoz, hogy azt elő is tud hívni, tehát hogy ne csak rögzüljön az elmélet, hanem tud használni is, akkor jön a harmadik fázis, és akkor erről egy pár szót szólnék, hogy hogyan is indulj el ezen az úton, és jövő lesz egy lecke, amiben elkezdjük gyakorlatba ültetni ezeket, és csak a negyedik lépés az, hogy automatizmussá válik, tehát hogy, mint a rutin, ugye, amikor vezetsz, autót vezetsz, és észre se veszed, hogy egyszerre nyomod a kuplungot, meg váltasz, meg nem tudom, indexelsz, de már automatizmus, nem kell rá figyelj. Na ide szeretném, hogy eljussatok az igeidők kapcsán, hogy már nem, nem, nem kell gondolkozni, hogy akkor most mi a kult meg hogy építem a mondatot, de az elején ezeket kell tudni, mert hiába akarsz te automatikusan használni igeidőket, mindaddig, amíg nem kerül az információ megfelelő tároló dobozokba az agyadba, és ezért készítettem el így a táblázatokat, hogy lássátok kontrasztálva őket, nem véletlenül kerültek egymás mellé azok az ideidők, amik. Jó, tehát az első két fázison vagyunk egyelőre túl, remélem, hogy a megértés megtörtént, ha, ha nem, akkor írjatok. Írjátok, hogy nagyon szeretnénk eljutni oda, elfogtok, jó, ez nagyon fontos, hogy elfogtok. Ha a a tanulási rész, tehát hogy elkezdem értelmezni, és megtörténik a megértettem dolog, akkor jön az aktív gyakorlás. Nem véletlenül írtam oda, hogy aktív. Tehát a tanulásnak van passzív, meg van aktív része. A passzív része az, amikor csak hallgatsz most engem. Ez tök jó, ez segít a megértésben, de attól nem fogod tudni gyakorlatba ültetni. Amikor gyakorlatba kell ültetni valamit, van itt most öt egyszerű technika, és ezeket most kifejezetten az igeidőkhöz írtam, de nagyon sok mindenre tudjátok ezt használni hogy például, amikor ugye a fejben kommunikálsz és próbálod, akkor, akkor ezt most használjam, amit most tündétől hallottam, itt a sok gondolat a fejemben, és ugye minden mondat szinte időre épül az angolban, akkor keressek meg benne kulcsavakat, hogy hopp, jó, én ezt mindig rosszul használtam, itt egy kulcsszó, a mindig, az always, és akkor megkeresem, hova tartozik, hogy építem vele a mondatot, melyik igeidő, és mondom. Vagy tehát ez a tudatos beazonosítás, vagy hm, néha azért elfelejtettem megcsinálni a házit, megint ott a kult néha fülön csípem, hova tartozik, egyszerű jelen, és már építem is a mondatot, behívom az infót, hogy akkor hogy is építem bele a mondatot. Jó, ez az egyik dolog, hogy ezt akár írásban, fejben is tudjátok csinálni ezzel a technikával. A második az, hogy nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy amikor egy igeidőt próbálsz magadévá tenni, nagyon jó dolog az, hogy csak egy fajtát gyakorolsz, de nem életszerű. Érdemes, ha már végigmentél az összesen, kevert mondatokat gyakorolni, behelyettesíteni, tehát nem karikázgatós feladatokat megoldani, mert az nem aktív nyelvhasználat, az csak egy passzív, megint, ah, itt egy opció, ott egy opció, ott egy harmadik. De ha neked kell is mondjuk egy ige ott van, és azt kell, te a megfelelő igeidőbe ragd, az már egy aktív tanulási vagy gyakorlási feladat. Az nagyon jó. Fogok ilyeneket hozni, ilyen gyakorlatokat jövő hétre. Mondatalkotás Először minden igeidővel külön-külön az analógia, tehát a mintalapján alapján alkotsz több-több-több-több mondatot, ugye? Utána elkezded kettőt szembeállítani. Egyszerű jelent, folyamatos jelennel, és úgy alkotsz mondatokat. Egyszer ezzel, egyszer azzal, hogy mondanám ezzel, hogy mondanám azzal. És utána mehet az, hogy az összes, nem tudom, jelennel, múltal. Utána mehet az, hogy az összes igeidővel, jelen, az összes jelen, összes múlt, összes jövőidő, összekevertem. Tehát, hogy lehet fókuszáltan rámenni csak az elején egyre, ezt hívjuk drillezésnek, beégetésnek, de utána nagyon fontos, hogy keverjétek. Ez a bajom a tankönyvekkel, hogy nagyon sokszor csak egyetlen egy igeidőt gyakoroltatnak, vagy maximum kettőt. De mindegyik egymásra kéne épüljön egymás után. Jó? Úgyhogy próbáljátok olyan gyakorlatokat keresni, amiben kevert, össze vannak keverve, és teker rágyér, mert ez egy nagyon jó aktív gondolkodásra serken. A mondatfordítások is segítenek, akár úgy, hogy magyarról angolra ebben az értelemben, mert tudatos beazonosításra visznek rá, hogy akkor mi a kulcs szó, akkor mi itt a használat, akkor hogyan építem a mondatot. Jó? Tehát ezt írásban, szóban egyaránt tudod csinálni és a sztorizás az, ami még nagyon sztori írás velük, hogy egy, egy történetet megpróbálsz úgy leírni az életedről, ez már a legmagasabb szint, amiben törekedsz arra, hogy minél többféle ideidőt használj. Nyilván, hogyha multidejű az a történet, akkor többféle multidőt fogsz valószínű használni, de nem feltétlenül. Lehet, hogy csak az egyszerű múltat fogod végig használni, mert úgy jön ki, de akkor azt, azzal írod a sztoridat, jó? Tehát ezek mind ilyen aktív gyakorlatok, ezek ilyen picik is felsejlések, hogy mennyi mindenre tudjuk ezeket használni. Úgyhogy ezekbe egy picit bele fogunk menni jövő héten. Hétfőn akkor hoznék egy elmetérképet, jó, egy mind mapet az igeidőkhöz, és jövő hét szerdán pedig akkor elkezdjük egy picit gyakorolni, hogy az elméleten is túllépjünk ezt az igeidőt. Jó, na hát akkor így, hú, maratonnal, de a végére jutottunk. Tudom, hogy 10 perc angol, de már számíthattatok rá, hogy a 10 percből lesz 20 is, néha 30 is, most 35 lett, de nagyon remélem, hogy hasznos volt, és egy picit segített, ha más nem a megértésben fogjuk küldeni akkor hírlevélben erről a videóról a összefoglaló táblázatokat, viszont ha esetleg valaki utólag nézi meg ezt a videót, és mondjuk lemarad erről a hírlevélről, akkor, akkor bátran írjatok nekem egy e-mailt, és akkor elküldöm e-mailben nektek azt külön. Na hát akkor hétfőn az igeidőket még ismételjük mindmap-el, és hát meglátom, hogy ezt a szószerántásokat bele tudjuk-e mert ma úgy döntöttem, hogy túl nagy falat lenne, hogy még szókincset is hozzak meg. Egyebek úgy, hogy most felírtam ide, de meglátjuk, hogy, hogy, hogy mennyire lesz komplex a mind em az álmetérképem. Nagyon csodálatos hétvégét kívánok nektek, örülök, hogy itt voltatok, vigyázzatok magatokra, és emészítek meg ezt a sok infót, amit ma hallottatok, igyekezzetek külön kis tároló edényekbe elhelyezni az agyunkban. Sziasztok!